Yeah, I mean, it sucks. Mark Zuckerberg kitálalt, vagy csak elszólta magát, vagy magyarázkodott? Nézzük! Nem lett eseménytelen az augusztus vége sem. Mark Zuckerberg a napokban elismerte, hogy 2 évvel ezelőtt korlátozták a Joe Biden fiának botrányáról szóló híreket. The FBI, I think, basically came to us, some folks on our team, it was like, hey, just so you know, like, you should be on high alert. There was we thought that there was a lot of Russian propaganda in the 2016 election. We have it on notice that basically there's about to be some kind of dump that's similar to that. So just be vigilant. Mindezt az amerikai elnökválasztási kampányban, ez pedig Joe Biden számára kedvezően befolyásolhatta a választás eredményét. Szintén az elmúlt napokban derült ki, hogy amíg a Facebook akadályozta a hír terjedését, addig, a gyanú szerint, az FBI egyik ügynöke késleltette a nyomozást Biden fia ellen. De miről is szól a Hunter Biden ügy? Emlékszünk még? A történet körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdődött. A jelenlegi amerikai elnök fia még korábban elhagyott egy laptopot, amiről azóta is különböző dokumentumok szivárognak ki. Gyanús e-mailek saját maga is apja ukrajnai kapcsolatairól, egy szexvideó Hunter Bidenről, amint drogozik is, illetve más igen kellemetlen tartalmak. President's son and his company brought in about $11 million between 2013 and 2018, working as an attorney, a board member to a Ukrainian gas company accused of bribing a prosecutor, and for a joint venture involving a Chinese businessman now accused of fraud. Nemrég kiderült az is, hogy Joe Biden fia érintett lehetett az ukrán gabona exportban is. A New York Post egy 2018-as dokumentumban talált rá Hunter Biden aláírására egy ukrán-kínai gabona export szándéknyilatkozaton. Egyre több a kérdés a Biden család körül, és egyre kellemetlenebb ez a közösségi média óriások számára. A Facebook vezér ezért is volt kénytelen elismerni, hogy a Twitteren és Facebookon letiltott, álhírnek bélyegzett sztori bizony nem álhír volt. Yeah, I mean, it sucks. Yeah. Yeah, I mean, because I mean, it turned out after the fact, I mean, the fact checkers looked into it, no one was able to say it was false. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.